Július 1-én az Albatrosz kikötőben egy sajtótájékoztató keretében ismertették és értékelték azt az önkéntes munkát, amit Párdi Bence a Tisza-tó megtisztítása érdekében végzett. Az eseményen jelentették be, hogy Tiszafüred város önkormányzata egy környezetbarát csónak motort adományozott Párdi Bencének. Mielőtt a tájékoztató résztvevői csónakba szálltak volna, volt lehetőségünk egy rövid beszélgetésre az önkéntes Petkalózzal. Az eseményen több olyan szervezet képviselője is részt vett, akik támogatták Párdi Bencét az eddigi vagy éppen a tervezett hulladékgyűjtésben. Tiszafüred város önkormányzata nevében Újvári Imre polgármester jelentette be, hogy 450 ezer forint értékben egy négy ütemű, tehát környezetbarát csónakmotort vásároltak Bencének, ezzel is megkönnyítve az általa végzett munkát. A tájékoztatón jelen volt a High Life of Hungary képviselője, aki elismeréssel szólt Bárdi Bence tevékenységéről, az önkéntesen végzett Petkalóz munkáról. A Petkupa alapítója Molnár Attila Dávid elsősorban a petkalózók további feladatairól beszélt. A tájékoztató résztvevői ezután csónakba szálltak, és Párdi Bence, valamint Végi József túravezető irányításával kipróbálták, hogyan kell a tóban sodródó vagy a növényzeten fennakadt műanyag hulladékot összegyűjteni. Nagyon szívesen beszélgetnék önről arról, hogy hol is kezdődött és hogyan kezdődött a legelső gyűjtőút, de sajnos már most indul a csoport a következő feladatra. Ezért csak erről az évről kérdezném, hogyan tervezte ezt az évét, ki minden segítsége van hozzá? Az idei évet a hulladékgyűjtés szempontjából már meg is kezdtem. A Bodrogon kezdtem el a gyűjtést, Sárospatak környékén, és hamarosan át fogok térni a Tiszára, és többen is támogatják a munkámat, ennek köszönhetően sikerül ezt folytatnom. Mennyire érzi azt, hogy hiába való a munkája? Tudom, hogy öntől, aki nagyon elhivatott, sőt az előbb talán valaki hősnek is nevezte a hulladékgyűjtés területén, de mennyire érzi azt, hogy újra és újra vissza kell mennem a Bodrogra, újra és újra be kell mennem Tiszafüredre, a Tiszatóhoz? Tehát mennyi lelkesedése, ereje van még ezt a munkát folytatni? A lelkesedésem az megvan, hiába valónak tartom a munkámat, és ennek ellenére mégis csinálom, és még azt gondolom, hogy még időre van szükség, hogy áttörést érjünk el abban, hogy az emberek felvilágosuljanak, és belássák azt, hogy a természethez vissza kell térnünk. Az előbb hallottam a színpadon egy rövid tájékoztatóját, és úgy látom, hogy már azért ön is tovább lépett, hogy nem csak a hulladékot kell összegyűjtenünk, hanem megakadályozni, hogy ennyi töménytelen hulladék termelődjön. Hogyan, mit tud ennek az érdekében tenni? Az egyszerhasználatos műanyagok betiltása, azt elnapolták. Még újabb fél évet kell várnunk, mire sikerül a felesleges műanyagoknak egy részétől megszabadulnunk, és addig is biztatnék mindenkit, hogy a nejlonzacskók használatát mellőzzük, illetve a műanyag pohár, szívószál, illetve egyéb haszontalan tárgyakat ne fogyasszuk. Mennyire tölti ki az életét most már ez a fajta felvilágosító munka, illetve a szemétgyűjtés? Tulajdonképpen másra már nincs is ideje? A felvilágosító munkát azt inkább a közösség más tagjai végzik, ebben alkalomszerűen szoktam részt venni, inkább a folyamat, amit végzek, az én részemről a szemléletformálásnak egy része. Most itt egy kis csoportnak meg tudja mutatni azt, hogy mi is a technikája tulajdonképpen a pillepalac, illetve a hulladékgyűjtésének. Mi a következő nagyobb feladata, vagy visszatér majd a Bodrogra és ott végzi a munkát? Igen, a Tiszán fogom folytatni hamarosan. Egyébként ez a munka mindenki számára elvégezhető, akinek jó az egészsége, ugyanis csak le kell hajolni a szemétér, és egy zsákba beletenni. Szóval akárki tudja végezni ezt a nemes munkát. Hallottam, hogy a Petkupa csapatával milyen jó kapcsolatot alakított ki. Jó érzés azért, hogy egy csoporthoz tartozni egyrészt, másrészt pedig, hogy azért nincs egyedül, sokan vannak ezen a területen. Igen, nélkülük nem tudnék működni. Sok olyan munkafolyamat van, ami nem mindig annyira látványos,
a hulladék tárolása és feldolgozása az még nagyobb terhet jelentő feladat, mint az erdőből összegyűjteni ezeket a sokszor nagyon apró műanyag darabokat. Ezért igen, mint baráti közösség és mint munkatársi közösség is fontos, hogy együtt tudunk dolgozni. Az elmúlt évről már van tapasztalata, meddig lehet ezt a munkát csinálni? Tehát ha bejön a hideg idő egy jeges tóban vagy vízen, ott tud dolgozni, vagy akkor van a pihenés tulajdonképpen? A tavalyi télen nem dolgoztam, nagyon enyhe volt az idő, ezért lehet, hogy most nyár után is még néhány hétig, hónapig tudom ezt folytatni majd, de ezt majd meglátjuk akkor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert, jó munkát kívánok önnek. Köszönöm én is.